Kenuval érkeznek az egyik mosonmagyaróvári állomáshoz a Panatur résztvevői. Tucatnyian ültek kenuba, majd szálltak biciklire, hogy felmérjék a leendő turisták igényeit, valamint bejárják és teszteljék a túraútvonalat. A túra résztvevői részben azok az emberek, akik ennek a Panatúrnak a későbbi hordozói, működtetői lesznek. Tehát vannak benne panziótulajdonosok, turisztikai szervezetek képviselői, de ugyanúgy a külügyminisztérium is képviselteti magát, illetve vannak olyan kisebb túraszervezők, vízi és kerékpáros túraszervezők, akik maguk ezt a Panatúrt fogják promotálni, népszerűsíteni, illetve napi túrákat, vagy akár egész egyhetes túrát szerveznek a Dunától a Muráig, illetve ezekben a résztvevőkben próbáltuk leképezni egy kicsit a célközönséget. Az osztrák-magyar határtérség nemzeti és naturparkjai már egy évtizede együttműködnek. Kiemelt céljuk a határtérség ökoturisztikai kínálatainak összekapcsolása és továbbfejlesztése. A célunk az volt, hogy egy jóval nagyobb túrát szervezzünk, tehát magasabb szintre emeljük ezt az együttműködést. Tehát az osztrák-magyar határtérségnek az északi és a déli végpontját összekössük, ami ugye északon a Duna határól, délen pedig a Mura, mint egy ökológiai folyosó, egy természeti paradicsom, és ezeket a természeti élményeket próbáljuk a Panatúr, kerékpáros és evezős túrával összekapcsolni. Nem titkolt céljuk az is, hogy a hazai természetkedvelők mellett ide vonzzák a külföldi kerékpározni és kenuzni vágyó turistákat is. Árva István polgármester elmondta, az elmúlt 10-15 évben számos fejlesztést hajtottak végre ennek érdekében. Kezdetben a minimális infrastruktúra fejlesztés volt a cél. Ezek a hajók, kiszállók, beszállók, csónakok, amik mára azért már kiszínesedtek. Tehát most a legújabb pályázat például ökomobil flottában gondolkozik. Ugye ez egy utánfutóra szerelt kerékpárokból és csónakokból álló vontatmány. Ebből kettőt is beszerzünk mostanában. Tehát igazából ehhez aztán e-bike-ok, meg elektromos hajók, meg minden más egyéb is csatlakozik. Tehát látszik azért az íve ennek az egész fejlesztésnek. A polgármestertől megtudtuk azt is, hogy Mosonmagyaróváron az elmúlt időszakhoz képest több tízezerrel nőtt a vendégészakák száma. A szervezők bíznak abban, hogy ez még tovább fog nőni, és minél több turistát tudnak megszólítani a túrával.